Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Zombai Polgárőr Egyesület közgyűlésén megjelenteket, az Egyesület tagságát és a meghívott vendégeket. Külön köszöntöm Széles Jánost, a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnökét. Szénási Lajost, a Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének lovas koordinátorát. Misocki Istvánt, a Zom Kft. Ügyvezetőjét. Szűcs Sándort, Zomba község polgármesterét. Bizonyára hiányoljátok a rendőrségnek a képviselőit. A Bonyhádi rendőrkapitányságnak új vezetője van, dr. Bíró Attil a rendőralezredes, illetve Gyergyói Tamás rendőrőrnagy a rendészeti osztálynak a vezetője. Ők ígéretük ellenére nem tudnak részt venni a közgyűlésen, a koronavírus miatt kialakult helyzet kapcsán nem hagyhatják el a szolgálati helyüket. Valamint a két KMB és a két körzeti megbízottunk, Szabó Péter és Farkas Dávid egy fél órával ezelőttig még itt voltak, de ők is kaptak egy telefont, tehát berendelték őket valamilyen feladat ellátására, úgyhogy ezért nem tudnak a közgyűlésen részt venni. A közgyűlés kezdetén meg kell választani az ülés jegyzőkönyvvezetőjét és két jegyzőkönyvhitelesítőjét. Ha elfogadja a közgyűlés, akkor a jegyzőkönyvvezetői feladatokat elvállalom én. A két jegyzőkönyvhitelesítőnek pedig Miklós Lászlót és Turbok Istvánt javaslom. Van-e esetleg más javaslat? Ha nincs, akkor aki a jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyvhitelesítők személyével egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. A határozatképesség az ülés elején a számbavétele megtörtént, tehát a 22 tagból 13 tag jelen van, tehát az ülés határozatképes, úgyhogy meg lehet tartani. Ismertetném a napirendi pontokat. 7 napirendi pontot vettünk fel. Első beszámoló a 2019 évben végzett munkáról, második a 2019 évi költségvetési beszámoló elfogadása, harmadik a 2020 évi költségvetés elfogadása, negyedik az Egyesület 2020 évi munkatervének elfogadása, ötödik tisztségviselők választása, hatodik tagfelvétel, hetedik indítványok, javaslatok. Valamennyi napirendi pont előadója Szabó István elnök, a tisztségviselők választásának bonyolítását pedig én fogom levezetni. Kérdezem a közülés, hogy van-e még olyan napirendi pont, vagy olyan javaslat, amit a napirendi pontok közé vegyünk fel. Nem látok ilyen javaslatot. Aki a napirendi pontokkal egyetért, azt kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, mindenki egyetért vele. Így rátérhetünk az első napirendi pont tárgyalására, beszámoló a 2019 évben végzett munkáról. Az elnök úrja a szó. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök annak, hogy elfogadták és elfogadtátok a meghívásunkat. A 19-es évi beszámolóm előtt engedjétek meg, hogy egy kérdésnek tegyek eleget. Nagyon sokan tudják már azt, hogy a Tolna megyei kapitányságokon személycserék történtek, így a bonyhádi rendőrkapitány Marcsek Sándor ezredes úr, aki volt, az Szekszárdra távozott, ott folytatja tovább a szolgálati időt, és én nekem küldött egy levelet, ugyanis hát tudjátok, hogy azért 12 évig együtt dolgoztunk, és feltétlenül beszéltem vele, voltam nála, ugye meghívót küldtem a részére, és azt mondta, hogy ezt feltétlenül a polgárőr társaimnak olvassam fel. Hát most ezt szeretném fel. A beszámolás, persze. Tisztelt Szabó István! A Bonyhádi rendőrkapitányság vezetőjeként tisztelettel megköszönöm azt a kiváló együttműködést, amit irányomban és a Bonyhádi rendőrkapitányság munkatársai irányában nyújtott. Közel 33 évet dolgoztam a Bonyhádi rendőrkapitányságon,
vezetőként, 20 kapitányság vezetőként, 20 évet kapitányság vezetőként, 14 évig teljesítettem szolgálatot. Beosztottként dolgoztam, járőrként, körzeti megbízottként, nyomozóként, vizsgálóként. Büszke vagyok azokra a szervezeti és egyéni teljesítményekre, melyek alapján szakmai mutatóink más szervezetekhez képest előkelő helyre sorolták a kapitányságot. Munkatársaimmal hosszú időszakon keresztül a tisztesség és a becsület, a törvényesség és a szakszerűség követelményeit szem előtt tartva végeztük munkánkat. Egy szervezet sikere csak az egyének sikere alapján lehet megalapozott és fenntartható. Biztos vagyok abban, hogy kialakított szervezeti rend a vezetői és a beosztotti állomány ezt az utat folytatni tudja, abban az esetben is, ha a kapitányság vezetői székben személyi változás történik. Természetesen másként jobban elvégezni a ránk szabott feladatokat mindig lehet. Megtiszteltetésnek tartom, hogy együtt dolgozhattam önnel és munkatársaival. Szakmai munkám elismerésének tartom, hogy vezetői döntés alapján 2020. január 1-től a szekszárdi rendőrkapitányság vezetőjeként folytathatom tovább a hivatásos szolgálatomat. Kívánok önöknek és munkatársainak a továbbiakban is sok szakmai sikert, jó egészséget, és kérem, hogy a továbbiakban is a hagyományoknak megfelelően működjön együtt a Bonyhádi rendőrkapitányság személyi állományával. Bonyhád 2020. január 1. Dr. Marcsek Sándor ezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányság vezető. Akkor most a 2019 évi beszámolót szeretném. A 2019 évi munkánk értékelése előtt egy-két adattal szeretnék tájékoztatást adni a közgyűlésünkön résztvevő meghívott vendégeinknek. A Tolna megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 2020. február 22-én tartotta a 19 évi közgyűlését. Egy-két megyei szintű adatot szeretnék megosztani, hogy érzékeljék Tolna megyében a polgárőreink tevékenységét. Megyei adatok. Taglétszám 1820 fő. Ifjú polgárőrök létszáma 55 fő. Tolna megyében a települések száma 109, a bejegyzett polgárőr egyesületek 74 településen ügyelnek a lakosság biztonságára. Két egyesületet tudok. Ha tévedek, akkor az elnök úr majd kiegészíti. Bátaszékhez 5 település tartozik, Nagyközséghöz pedig 3 település plusz tartozik. A Tolna megyei polgárőreink 2019 évben, most tessenek figyelni, 146.510 óra szolgálatot teljesítettek. A rendőrséggel közösen 8.260 órát töltöttek el szolgálatban. Ebből bűnmegelőzési tevékenység 2415, közlekedési szolgálat 1521 óra. A rendezvény biztosítás 4324 óra, NAV katasztrófa védelem 1275 óra,
A megyében 46 egyesület 51 gépjárművel rendelkezik. 9 egyesület 15 darab motorral, valamint 53 darab kerékpár van az egyesületeknél. A Dunaföldvári Polgárőrség rendelkezik vízi járművel, és 2018-tól kezdődően a Megyei Szövetség egy darab drónt üzemeltet. Jelentősen növekedett 2019-ben a lovas szolgálat. A megyében jelenleg 8 polgárőr egyesületnél teljesítenek lovas szolgálatot 50 fővel. Egyesületek szerinti bontásban Tengelic 5, Tolna 4, Siogárd 2, Szedres 4, Dács 12, Paks 12, Zomba 3, Várdon 8 fővel. 2019-ben 6731 órát töltöttek szolgálatban. 1431 órával többet, mint 2018-ban. A meghívott vendégként körünkben helyet foglaló Szénási Lajos, Tolna megye lovas koordinátora tartja össze ezt a kis csapatot. Beszámolomat tovább folytatva, rátérek az egyesületünk munkájának értékelésére. Zombai Polgárőr Egyesület 2019 évben az éves munkatervünkben a meghatározottak szerint, illetve az alapszabályban leírtaknak megfelelően hajtottuk végre a megadott feladatokat. Ennek során szorosan együttműködtünk a rendőrséggel, az önkormányzattal, társszervekkel, katasztrófavédelemmel, mentőszolgálattal, egyéb civil szervezetekkel, valamint Zomba község lakóságával. Rendőrségi együttműködéssel az alábbi feladatokat hajtottuk végre. Közbiztonsági, közlekedési, valamint járőri közös szolgálatokat láttunk el. Részt vettünk a faluban a nagyobb rendezvények biztosításában, melyeket problémamentesen oldottunk meg. Korábbi évekhez hasonlóan közös szolgálatot szerveztünk a halottak napi megemlékezések során a temető és környékének ellenőrzésében. Ignác János polgárőrtársunk, nem tudom miért nincs itt, az elmúlt évekhez hasonlóan már délelőtt folyamán tevékenykedett a temető közvetlen közelében, főleg a parkírozás lebonyolításában. Közös szolgálatként minden évben részt veszünk a hősi halottak szobránál lévő koszorúzáson. Tudjuk, a koszorúzás idejére lezárásra kerül a templom előtti útszakasz. Összegezve a rendőrség és az egyesületünk kapcsolatát, az én véleményem szerint kiemelkedő színvonalúnak mondható. Ideértem a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a Bonyhádi rendőrkapitányság illetékes vezetőit és Zombán szolgálatot teljesítő KMB-s urakat. 2020 évben, továbbiakban már mint polgárőrként úgy gondolom, hogy a kapitányságon lévő vezetői váltások miatt a közös szolgálatok és a jó kapcsolattartás remélem megmarad. Önkormányzat, a 2008-ban, mikor ennek az egyesületnek a vezetője lettem, a terepet felmérve, célként kitűzve, hogy egy jó egyesületet kellene létrehozni ebben a faluban.
Igen hamar szembesültem azzal, hogy a falu első embere milyen álszántsággal csatlakozott a cél megvalósításában. Igen hamar megtaláltuk és kiépítettük a jó kapcsolatot. Az együttműködési szerződés aláírása után az abban lévő leírtakat úgy gondolom, azokat tiszteletben tartva, évről évre, 12 éve sikerült közösen céljainkat megvalósítani. A munkánk során 2019 évben is meg tudtuk oldani az iskola és programjainak biztosítását. Itt gondolok a tanítási napokon az iskola közelében lévő gyalogátkelő helyen átkelő diákok biztosítását. Részt vettünk az évzáró, évnyitó ünnepségeken. Fokozott szolgálatot láttunk el az iskola közvetlen közelében és a szomszédságában lévő őspark területén. Egyesületünk az eddigi gyakorlatnak megfelelően részt vett az egy iskola, egy polgárőr, illetve polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért való akcióban. Megelőzve ezzel a gyermek balesetek és iskola és az óvoda környékén. A jobb, ha el sem dobod hulladékgyűjtő akcióban a közútkezelővel közösen nem igen vettünk részt, hisz zombán van egy zöldalma klub, melyet Szűcs Sándorné vezetésével évről évre részt veszünk az általa szervezett személygyűjtési akcióban. Egy pillanat. A lakossággal az egyesületnek jó a kapcsolata. Érzékelhető az, hogy problémáikkal megkeresnek bennünket, kérik a segítséget, például ha elutaznak egy pár napra, megkérnek bennünket, hogy ingatlanjaikat szolgálatunk ideje alatt ellenőrizzük le. Ellenőrzésünk során dátummal, pecséttel, valamint aláírással, egy cédula hátrahagyásával szeretnénk esetenként érzékeltetni, hogy valóban megtörtént az ingatlanok, középületek ellenőrzése. Csatlakoztunk tisztelet az éveknek, biztonságot az időseknek programhoz. Ennek keretében, főleg télen, fokozottabb ellenőrzést tartottunk az egyedül élő szépkorú személyek ingatlanjaiknál. Közelmúltban jutott tudomásomra, hogy Zomba községben is működik szociális házi gondozó szolgálat. Egyesületünk felveszi a kapcsolatot az illetékes gondozóval, esetleges panasz során nagyobb odafigyeléssel járunk el az érintettek ingatlanára, ház körüli javaikra és értékeikre. Beszámolom vége felé el kell mondanom, hogy egy-két személy nem veszi tudomásul, hogy tenni kell valamit közösen a biztonság érdekében. De negatív bírálatokat tudják mondani, ha valami sérelem éri őket. A végén igaz, sokan tudják már, de megemlítem, a megyei elnök úr 2019 évben Zomba Polgárőr Egyesületét polgárőr község kitüntető címre javasolta.
az Országos Polgárőrszövetség elnöksége felé. Ennek a kitüntetés címnek elnyerése pályázati úton történt. A pályázat elkészítését dr. Rózsa Éva jegyzőasszony készítette el, melyet jómagam és polgárőrtársaim nevében ismételten megköszönünk. A pályázatot megnyerve az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a polgárőr község kitüntető címet Zombot településnek 2019. június 22-én Balatonföldváron az Országos Polgárőr Napon dr. Túrós András OPS elnökétől, az önkormányzat részéről Tóth Ádám alpolgármester, a Zombai Polgár Egyesület részéről jó magam vehettük át. Elhoztam ezt a kitüntetését, ha valaki meg akarja nézni, akkor majd megnézheti. A munkánkat tovább folytatva 2019. szeptember 27-én egy olyan eseménnyel, rendezvénnyel és elismeréssel lepte meg a polgármester és a képviselő testülete az egyesületet, melyet jómagam és polgárőrtársaim nevében ismételten megköszönünk. Az est folyamán a munkánkat rövid áttekintése után a polgármester úr átadta, felolvasom, a Zomba község önkormányzata képviselő testülete 60/2019 számú határozata alapján a községért végzett önzetlen munkájuk elismeréseként Zombáért emlékplakettet adományoz a Zombai Polgárőr Egyesület részére. Szűcs Sándor polgármester. Köszönjük! Ezzel meg szeretném mutatni a plakettet, Zombáért 2019. Én úgy tudom, hogy ezzel a kitüntetéssel rajtunk kívül dr. Lukács Lajos doktorunk büszkélkedhet ezzel az elismeréssel, és Fábián József volt igazgató úr. A beszámolom végén a meghívott vendégeknek, támogatóknak köszönöm az együttműködést és az egyesület támogatását. Polgárőrtársaim, feleségeiknek a türelmet, a megértést, nagy szerepük van abban, hogy ez az egyesület 2008-ban csak a nevét létezve mára milyen fejlődésen ment keresztül. Én személy szerint örülök, hogy ilyen polgárőrtársakkal dolgozhattam, mint az egyesület vezetője, és a továbbiakban, ha elfogadtok, tevékenykedni szeretnék egy közös cél érdekében, mint polgárőr. Köszönöm, hogy meghallgattatok.